Töltöd ezt a csokoládé és traktor kerékülve csatornán képer jelentkezik a következő csodálatos Euro Truck Simulator 2 gameplay sorozat következő részével, ami egy kicsit különleges lesz, és ha gondoljátok, akkor az összes ilyen lesz, vagy ha gondoljátok, akkor minden második, vagy igazából írjátok le, hogy hogy szeretnétek, és ez Farming Simulator 22 sorozatra is vonatkozik, mert ott is szoktátok kérni, hogy legyen már olyan kamera, hogy mutatom, hogy a heavy equipment setet hogy használom a játékon belül. Tehát hogy lássátok igazából, hogy én mit gépészkedek akkor, amikor ti látjátok, hogy épp a játékban mi történik. Tehát, hogy mivel váltom ki azokat a dolgokat. Annyit elmondanék még, hogy RTS 2-ben konkrétan olyan túl sok mindent én még nem programoztam rá erre a kezelőpanelra, mivel annyira nem ismerem a játékot. Tudom, hogy rengeteg billentyűt használ a játék, iszonyatosan sok funkció érhető el a billentyűzetről, de én még annyira túl sokat nem használok, és ez emiatt nem olyan túl sok van itt beprogramozva. Nagyon gyorsan elmutogatom, hogy mik, hogy tudjátok, itt az indexet használom ezen, a bal oldalit, ezen a jobb oldalit, azért ott használom, mert a váltókat, ha fogom, akkor tök egyszerűen lenyúlogatok oda. Egyébként a középső, ez a középső ki, ez a ablaktörlő, és ez a, nem, ez a, ez a kék, ez a szélső kék, ez pedig a pótkocsi csatlakoztatás. A váltó az meg úgy van megoldva, ugye, hogy szekvenciális, tehát lefele és fölfele kell pöccinteni. Pofozós váltó, gyerekek, igazából. Lefele és fölfele kell pöccinteni, és úgy működik, így úgy adja a sebességeket. A kormányra még az egyik analóg karra ráraktam a nézelődést, azt igazából más nagyon nem módosítottam. Egyébként sikerült megoldanom azt, hogy az asztalomon ne kelljen folyamatosan leszeregetnem, meg felrakosgatnom a kormányt különböző játékokba, azt úgy oldottam meg, Instára raktam ki képet, ha akarjátok, meg tudjátok nézni jobban, és nem akarom szétszedni, itt az állványom van a kamera, hogy konkrétan itt az eger, amit látjátok, azt így elérem, tök könnyen, tényleg könnyen, itt a billentyűzetem, ezt is elérem, és középen van a kormány, és itt van az heavy equipment control panel, aminek köszönhetően például, hogyha kiszállok egy járműből, akkor se kell állandóan félrerakosgatnom, hanem tök egyszerűen elérem, értitek ezt a kettő perifériát is. Egy ilyen nagyon hosszú tablettartót, vagyis ilyen billentyűzettartót szereltem fel, és szépen elhelyeztem így előttem a kormányt, meg a... Értitek, nem kell túl magyarázni. Na, csapjuk bele a lecsóba, gyerekek. Fuvarok, ugye, fuvar típus, és a legdrágább. Most figyelj, borsavat kell vinni, a Csernobilba biztos, vagy oda bort vittek, tudjátok. Csernobil sorozatot láttad, mindenképp nézd meg, legjobb sorozat világon szerintem. Igen. Jó, gyerekek, igazából, figyeljetek, nem is a ízét kellene beraknom, hogy melyik a legdrágább, hanem a legdrágább kilométer áróját nem tudok bekapcsolni. Távolságra vetített tart, nem az? Igen, látod itt a, ez a legjobb, ez a legdrágább. A borsavas a legdrágább, akkor azt csináljuk, gyerekek, mivel ugye kilométerre vetített át, tehát itt ezért, igaz, hogy többet kapsz valamivel, de jóval többet kell menned, érted? Vágott csótány. Úgyhogy akkor a borsavat köl, mert 19 kilométer, ezek 21 kilométer, és konkrétan ugyanannyi. Jó, fúr elvállalása, azt akkor valami lesz, gyerekek, jó? Ezt akkor mutatom rá kávé, hogy hogy fog zajlani. A bénáskodásom nem annak köszönhető, hogy a kormányjal bénázok, hanem igazából még a játékban nem vagyok annyira jó, úgyhogy néha így gondolkodik, hogy mit kell csinálni a keepernek. Jó, nem kések el, oké. Dispatcher beszólt nekem, gyerekek. Na, indítsuk. A motorindítást is egyébként lenne eszem ráraknám. Na, én egy lámpát is fogok kapcsolni, igazából a lámpát is ugye rá kéne raknom. Ezeket majd pótolom sorba, csak most nem azzal akarok elfoglalni az időt. Bocs a kölgésért, még mindig nagyon szarul van a keeper. Na, ugye akkor kapcsolunk egy egyest, szépen kicsurgunk. Egyébként az is nagyon jó, várjátok, a kormányról mondok tapasztalatot így körülbelül nem is több két hét távlatából. Két hét távlatából annyit tudok mondani a kormányról, hogy szerintem jó. Azoknak, akiknek ilyen izéfétisük van, ilyen false feedback fétisük van, hogy mindenképp legyen erővisszacsatolás, ők nekik nem fog tetszeni, mert ugye az nincs. Viszont egyébként tök jó, szerintem pontos, jól működik ez a control panel amúgy is tök jó, viszont a kormányon sincs semmi probléma, én úgy érzem, hogy nem csináltam rossz vételt, egyelőre nincsen semmi gond vele.
Azt nagyon tetszik, hogy itt van rajta ez a golyó, és ez ugye annak azért jó, mert ugye egy kézzel is tudod forgatni a kormányt, és közben tudod kezelni a joy-jal, vagyis ezen a panelen tudod kezelni a dolgokat. Na nyissad ki a kaput, testvérem, az urba, merre keverde balra. Gyerekek, ezek milyen ízeik, milyen hangokat adnak ezek a ízeik, ezek a dolgok. Na és ugye körben tudok nézni, ez tök jó. Így okiba. A középre rakást, azt még meg kellene konfigurálnom, és lehet, hogy meg is fogom csinálni most, gyerekek. Nem tudom, ilyenkor elérem a beállításokat? Hogy a kamerát középre rakja, azt hiszem, hogy default 5-ös gomb, úgyhogy talán gyorsan megtaláljuk. Vagy F5? Nem, 5-ös gomb lesz. 5-ös, ugye? Nem. Kamerakezelés. Hátranézés, fülke kamera. Beltéri kamera közelítés, van olyan? Ez tök jó. Várjál. Azt akkor átrakom ezekre, erre. Nem, erre nem nagyon szereti. Jaj, de most azt mondod, balegér gombra raktad. Ah, jó, oké, ráraktam egyre. Kinézés balra, kinézés jobbra, előrenézés. Az előrenézés, azt gondolom, akkor ez lesz a... Jó, megnézzük, hogy... Hogy amikor középre rakja a kamerát, nekem arra lenne jó szüksége, most hogyha egy eltávol. Igen, ez kellett nekem, mert ez idegesítő, hogy mindig be kell találnom azt a pontot. Értedek, mert most így kanyarodok ki, így csak rányomok, azt már is középre ugrik a kamera, ez tetszik. Úgyhogy igen, a konfigurálni ezeket a dolgokat, ezeket jó. Kerülünk egyet. Most azért indexelek. Ezt utána másik irány. Oké. Okay. Ez mi volt? Új üzenetem érkezett. Ne szórakozz le. És nem érek rá olvasgatni. Szépen finomba elmegyünk. Ötfeles tábla van. Megráadás a piros lámpa. Van motorfékünk? Jó. Ez mi? Katasztrófavédelem, gyerekek? Katasztrófavédelem. Ja, ez tök jó például, ez a golyó rajt, de ezt gondolom egy másik kormány is fel tudod szerelni, hogyha nagyon akarod. És nem mondod, hogy az is telezöldes forgalomirányítás. És elenged, hihetetlen, gyerekek. Mekkora király van az? Itt van mesterséges intelligencia, nem mint farmingban. Próbálok elváltani a videóba mindig. Hát ez már sárga volt, gyerekek. Rendőrök mindenhol kívül vannak, úgyhogy óvatosba megyünk. Hoppá. A fékerőt azt fölállítottam, ami extrém erős, azt lesatúzom, aztán lebök a gép. Ez lehet, hogy egy kicsit túllőttem a civilon. Na, menjünk már! Merre kell mennem? Itt jobbra kell mennem, bazza. Mindig félek, hogy a pótkocsi ne beéri el a hűvét a... Jobb oldal álló járműveket, amikor kicsibe fordulok jobbra. 70-es tábla van, küldjük neki, gyerekek! Ez az. Még egy sebesség, 9-esben vagyunk. 70! Mi a szar van ott? És komolyan itt végig 70-es tábla van? Ne van itt csá. Kókosba. 70-es tábla a lakott területen kívül, why? Na, ja, igen, egyébként ennyi a
váltót, hogy rá tudtam rakni, az már tök jó. Meg szerintem így mindenképpen autentikusabb, hogy legalább a szekvenciális váltóval tolod. Hát fenn nem megyek, nem akarom, hogy megvágja rá. Meg valami építke... Az meg mi van? Itt van az üvegtigris büfé, tehát olyan ez a környék. Nem szabad előzni. De a kanyaroktól félek, mert annyira nem ismerem a játékot, hogy a fizikával nagyon megállva. Jó, a gyerekek, veretjük neki. Hát három, nem hiszem el. Miért van itt 70-es tábla? A durát is rá kéne raktam, ugye van egy duragabb középen. Nem, már mint hogy... Csak hogy feelingnek. Ja, egyébként eddig meg vagyok elégedve a kormánnyal. Ugye sokan írtátok, hogy miért nem G29, mert igazából olcsóbb volt. Meg megmondom őszintén, hogy szerintem szimulátor játékokhoz ez a set, ez lehet, hogy egy kicsit jobb. Természetesen ugye külön a heavy equipment setet meg tudod venni. De... Jémore. Tehát arra akarok kiukadni. Az alsó mutató a fordulatszámnál az mi, gyerekek? Ezt mondja már meg valaki. Ó, megjönnek a csávok, látod? Igen, meg tudod venni ezt a kezelő panelt, ezt a control panelt külön is, és azt fel tudod rakni egy te akármilyen eszköz mellé, akármilyen kormány mellé, gyerekek, oda nézni aratnak. Mert teljesen külön eszközként használja, tehát ez nem úgy működik, oda nézni ott, hogy még nyúl van, bazza. Elüssem, el lehet ütni? Pont nem tudtam elütni. Ez olyan, mint egy külön eszköz, tehát nincs kapcsolat a kettő, a kormány, meg ő közötte nincs kapcsolat, hanem csak egy ilyen bundle-be árulták. Azt a betyár, gyerekek! Júj. Jó, haladunk. Figyelj, meg is érkezek mindjárt, vagy hova kell hozni? Ide kell valahova vinni. Bocsász. Ugye farming szimulátornál is tudnám használni a nézelődést, mármint a kamerani forgatást, meg a mozgást a 2D paddal, viszont... Gyerekek, hova kell ezt hozni? Meg vagy lőve, hogy hova kell. Hova kell ezt hozni? Így meg kell fordulnom. Elnéztem valami útirányt? Bazd, megfordít az üzébe. Körforgalomba, gyerekek. Ú, te fiú, itt meg kell fordulni, hallod? Hát ez karó, de... Elsőbségem van a körforgalomban, igaz? Azt a betyár. Körforgalomban kifele kellett volna indexelnem. Tudom! Valahol elnéztem az utat akkor ezek szerint. Oda nézzetek, menjen mennek a kutra, te! Azért már 479 az üde vagyok, biztos idén lesz már, nem annyi. Hónap után. Valahol nem jól fordultunk le, és itt fordított vissza. Nagyon el vagyok foglalva egyébként most ez a kormány bemutatás, úgyhogy bocsánat, hogy kérek érte a gyerekek. Itt elbénázom. Remélem nem sokat kell menni. Ez egy tűzoltóautó? Nem hiszed, ez ilyen magyar tűzoltóautó, egyébként baromi jó. Na, mindjárt lepadlózzuk, ez az. Hatos. Ugye lelövi a hengerfejet, szegény. Ez valahol sikerült beléznem, mi?
68, 70. A fékerőt majd le kell vennem kicsit, mert nagyon, nagyon instant fog. Hol néztük el a rajzot? Ennyire, bazze? Ennyire sikerült elcseszni a képernek, gyerekek? Ez jó fuvar lesz akkor. Mérjetek, csak mérjetek! Valahol az elején már rossz fele fordultam. Akkor nagyon rögtök rajt. Próbálom kitenni. Hát ez ilyen nagyon életű most, nekem legalábbis. Meg nagyon para nekem, én még nem annyira érzem a kamiont. Hogy mekkora, meddig lehet kimenni vele, meg ilyenek. Hát gyerekek, valahol az elején én rossz fele fordultam. Most ez halál komoly? Ennyire hülye lettem volna? Volt játék nem tökéletes, ahogy látom. Hát de mondj. Nem is tudom mennyi volt játékot állítottam, azt ki kellene venni, mert azért elég nagy még mindig. Amikor ilyen kisebbeket akarsz mozdítani jobbra-balra, akkor van egy köztes hold játékállásuk, vagy ilyen... Na várjál. Inkább mindig lehúzódok, parázik a képen. De ennyire elcsesztem volna az utat? A lutirányt? Ez beszarok neki komolyan. Az nem zalavolános busz volt, bazze? Az bazze zalavolános busz volt, állítom! A régi zalavonálos matrica volt rajt, szerintem. Öcsém, hát meddig, ennyit jöttem én rossz fele, vagy mi a szar? Beszarom, komolyan mondom. Elvileg a kékbe kellene üzemeltetnem, ugye? Fordulatszám. Az talán a jó. Isten, ennyit jöttem rossz fele? Azért jár levonás? Öcsém, itt valamit nagyon elcseszettem. Hát mi a szar? Ezt nem is értem egyébként. Hoppá, rend, jardok. Basz, mi a szart keresek akkor itt? Miért mutatta? Azért mutatott egész végig arra, valószínűleg, mert ugye ott tudott megfordítani. Ugye addig valahol rossz fele fordultam, és akkor onnantól egész végig erre a másik irányba mutatott, a legelső helyre, ahol meg tudok fordulni. Hát még jó, hogy nem vitt föl Pestre, öcsém. Nem beszarok neki, hallod. Ez nagyon cinkel egész. Te le zöldes? Na, nem jön semmi. Jobbról kell róla, megnézem leginkább. És akkor itt meg el kéne bennem jobbra. Indulj! Jövök! Baszki gyerekek! Nem akartam csúnyán beszélni, de mi eljöttünk a nagyon halál... arra. Hallod, rossz fele fog... Hello, szavasz, figyelj! Te! Azt nem mondjátok, hogy innen indultunk! Nem az a csávó volt, hogy integetett itt? Nem innen jöttünk? Nem mondod, hogy kijöttem rossz helyen? Mi az vasútátkelő? Igen, vagy mi? Úgy gyerekek, nagyon ki fogok kapni tőletek, hogy mit bénálok. Na, 70-es tábla, adjad neki.
hogy lehet, hogy a kéknél kellene elváltani, ugye? Jól gondolom, hogy a kéknél kellene elváltani? Jó, most utána kerül semmi extra. Okay. Szerintem egyébként a kéknél kell elváltani, ugye? Fordulatszámmérő. Nem váltunk el, csak a kéknél. Próbáljuk úgy, optimalizáljuk a dolgokat. Most már hátfenn nem megyünk, úgyhogy most már nem váltunk el. Inkább szolidan akkor. Öcsém, hát én egész végig rossz fele vettem, gyerekek. Mi? Hát nem nagyon csesztek le. Nem, egyenesen tovább. Ugyanúgy hátfenn. És igaz eső? Ne szólnak hozzá velem. Ha van ablak törlők. Ott vannak a jargok-e? Megint mérnek. Megállnék a kalapatok, hülye gyerekek! Milyen jól néz ki az eső ebben a játékban. Úristen, hallod? Mentem egy nagy körbe. Legalább aztán be van mutatva most a kormány, mi? Hallani, ahogy kopog a tetőn, de jó! Na, itt meg a... Ötfenne begurulunk. Lakott területen belül egy hetes. Lakott területen kívül meg, amit bír. Azt, igen. Hülyén csinálom, na visszakapcsolásnak. Legfullasztjuk a vermer. Nem tolom eléggé ki az elejét a traktornak, és emiatt megakadtunk. Nem tudom, hogy ilyenkor sérültünk-e egyáltalán, talán nem. Az útinformos dolgokat is ugye rá kellene pakolnom ide, aztán akkor mindjárt kellemesebb lenne a szitu. Jó, kik a dóri az elejét szerintem. Itt is amennyire lehet, így. Ez jó volt. Nagyon rá kell érezni erre a játékra. Megyek mind a világtalan, azt nem is figyelek merre. Ujjjj. Na lódoljál, gyerek! FedEx! Múltkor tudatosodott bennem, hogy Magyarországon is van FedEx. Én azt hittem, hogy nincs egyébként. Siófok felé vagyunk egyik fele, gyerekek, nagyon király. Milyen vizes az út, nem hiszem el. Ilyen van ebben a játékban. Meglátszik, nem sokat játszottam ezzel. Ott vittek valami nagy böszme traktort. Skoda. Jó, a 90-es tábla végre, megküldjük. Nem tudom, nagyon csúszik az út. Ide van. Esik az eső. Ez olyan volt, mint a csúszott volna. A 80-as tábla, oké. Okay. Ez mi volt? Nem hallottátok ilyet, darab?
mi? Ez mi ez a hang? Mint az UFO köndére? Trrrrrrr! Ez mi van, hogy gyerekek, komolyan? Mi ez? Mi ez? What? Mi ez a hang? Mi a szar? Nem tudom, ti halljátok, ez egy daráló hang. Nem jövök rá, mi ez. Megjöttük D-re. Egyébként bőszben jól néz ki a játék, komolyan mondom, le a kalappal. Ez régen szerintem nem nézett ki ilyen jól. Mondom, volt valami grafikai patch az évek során, ugye? Jól érzi az a keeper? Mert azért ez jól néz ki. Megalasztok-e? Vizes pólóverseny lesz, ABC. Megjöttünk a telephelyhez. Jó. Na, ide be kéne osorni, ide követ, oda követ vonatni, jó van. Az lenne jó, végre valami olyan telephely lenne, ahova előre is be tudok menni, nem csak tolagról. Bár mondjuk most lehet, hogy jó lenne egy tolatás, így megnézni. Hello, hello, mi van? Rajzászló, üsd le! Jó, azt hittem fékezed van. Na, jó emberek vannak itt. Valahogy be kéne ide submantani, azt megnézni, hogy mi az túl. Hova kell állni? Aha. Ne, ez majdnem jó lesz nekünk ide előre, mi? Pont a szélsőbe kell. Egy. Ki vagyunk, amelyre tudunk. Oké, gyerekek! Meg is vagyunk, na! Szóval akkor! Kerestünk 2 milliót megint? És mennyi tapasztalatunk? Még mindig izé? Még mindig nulladik szintűek vagyunk? Hát el nem hiszem, gyerekek! Hát a másik irányba mentünk egy csomót, érdekes volt. Nyomjuk egy folytatást. Egyébként, mondom, a tapasztalati szint akkor fogok majd így tudni jobb rakományokat vinni. Vigyük még egyet, gyerekek? Vigyetnék még egyet. Ne legyen ma olyan rövid. Egy gyors fuvart csapjuk neki, gyerekek még. Lengés csillapítók. Menjünk egy lengés csillapító. Menjünk egy Volvo-val, tej. 23 tonna. Na. Nem tudom. 23 tonna, ezzel megyünk. Nem tudom, hogy mennyire érződik a rakomány. A súlya. Úgy gyerekek, ott van a idei, ott van Feri egy, nem? Pestre is kíváncsi vagyok mindenképpen. Azt mondják, hogy az a legkidolgozottabb rész, úgyhogy pesti gyerekek, majd figyeljetek meg. Aki arra lakik a környéken, amelyre éppen járunk, az majd írja, hogy frankó-e minden. Azzal nem vagyok kibékülve, hogy hogyan kimerni mindig. Meg a motorindítást rárakhatnám valahova, meg ezeket mind rárakhatnám valahova, csak pusta a képerőn, de dög, mi? Na gyerekek, indulék! Vigyázz a haver! El kell menni valahova. Tök durva, hogy még az index hangja is más. Minden kamionban. Ez tartályos! Hú, de jó! Azt hittem, hogy ilyen dobozos tejet viszünk, gyerekek.
Na, hogy csak most ne nagyon tévedjünk el lehet, jó? Lehet, hogy ki kéne már néznünk. Ez jó így, hogy megburítom a kamiont, és akkor nem kell visszakapcsolni? Már így a kohatba itt szépen elindul, nem? Na, megint egy balos. Ma lámpás. Ó, van az egy kis van. Szépen, nagy ívba, kihúzva. Jaj, itt meg ide van. Terelés. Hoppa. Valami bolyára fölmentem, vagy valamire. Na. Kapcsolják ki, Bore. Aki 50-es tábla, szépen okosba végigmegyünk. Lassan áll az eső. Nem tudom, nem-e túl hangos. Nekem egyébként nagyon hangosnak tűnik ez a kamion. Remélem, hogy nincsen vele semmi gond. Figyeljetek, ezt tudja, hogy Zalaval áros kuszpázat. Nem, ez nem az volt. A másik az volt. Rendőrök. Nem számít. Betartunk mindent. Álljál le. Éppen okosba jött fenne. Ja, nem itt fordulunk el. Valami hülye voltam. Még egy eurébb. Itt nincs is kereszteződés. Legalábbis jobb kanyar nem volt. Ja, ez a... A szar ez miért kapcsolva ütik el? Nem is nyomok rá. Nem tudom, a izé... A... Én vagyok hülye, vagy mindig rányomok a... az ablaktörlőre. Ja, mert ide azzal akarom kiverni ugye a visszatéríteni a... az indexet, az közben meg nagyon nem. Mindenképpen egybe kell indulni egy kamionna, próbáljunk egy kettes indulást. Szenved! Jó, most már meghagyjuk, de szenvedett. Menjünk! Aztán olyan sokáig tudok fölgangolni. Esküszöm érezhető gyerekek ez a súlytöblet. Egyfeles tábla, jó van, rendőrök mindenhol, komolyan. Jó van gyerekek, adjuk neki, aztán meglátjuk. Legalább haladunk egy kicsit, kell a pénz. Mindenképpen kipróbálnék modokat, leginkább ilyen autentikus ifa, meg ilyeneket, nem tudom, hogy mennyire lehet használni, meg mennyire működnek jól. Sárbogárról, kifele, nem mondod? Azt a betyel, ez majdnem idő. Majdnem átgangoltam. Mi a fuck? Oh, what the fuck? Ez nagyon komoly. Jó volt az Intercity, dick. Ez nagyon jó volt. Amikor meg kell indítani ezt a tömeget, akkor harap rendesen. Egyébként néztem, hogy ez a játékhoz még ilyen off-road mapok is vannak. Persze nincs sár, meg ilyesmi, de ilyen olyan környezetbe kell menni, ahol földes utakon, meg ilyesmi. Ez tök érdekes tud lenni, vagy érdekes lehet. 40-es tábla, itt okosba. Kavargok az utakon.
tudom, mint golyaf is a levegőbe, mi? Megmondjátok. Ez milyen folyó, ki szokták írni, hogy milyen folyó, nem volt kiírva. Jó, 70-es tábla van, 69-e vegyünk. Most figyeljük az utat is. Gyerekek, erre már jártam, nem? Mit is el tudod érni azt, hogy konkrétan megismered az utat már? És itt finomabban, mert a rendőrök kim vannak, akkor baj lesz, ott lehet, hogy kin is vannak. Aha. Örülöm, biztos úr. Oda korbódunk neki. Lehet ilyen trafi jelzőt venni egyébként? Ezt is lehet, mi? Tuti lehet venni. Merek ezekbe a kanyarokba be... Á, itt kerültünk fel alatt. Ki kell tolni, jól. Úgy. Na, itt megint elért valamit. Küldjünk neki! Nagyon gyengék ezek a kamionok. Ezeket, hogyha veszek kamiont, azt lehet majd tuningolni gyerekek, mert... Ez a gyorsulás, ez nem viszi ki a szememet. A gyorsulás, ez nem viszi ki. 50-es tábla van egyébként, de valószínűleg kanyarok után el fog maradni. Gondoltam. Kanyarba meg nem rakják ki a trafit. Megbátorodott a képer, itt ilyenkor lesznek a bajok, gyerekek, ilyenkor. Ez kb. Ugyanaz az udvar, amit ezelőtt lementem, szerintem. Ó, pont piros van. Megjött megint a busz. Ott van Zalavolán, hallod? Nagyon brutál. Ez nagyon komoly, Zalavolános busz. Nagyon durva. Amire ezt a 11 sebességet felpakolom. Úgy. Úgy. Még egy. Jó. Következő. 9-es sebesség. Hallom azt a szar, ez az út, hogy mitől? Itt van ez a ilyen hang. Ugyanitt volt, itt. Hallottátok? Ez mi? Ez ennek a környéknek a sajátossága, biztos. Gyerekek, nem mondjátok, hogy ugyanoda kell vinnem konkrétan, mert megőrülök. Az én kombájom akar lenni a V-bolt.
egész jó kezdem érezni. Kritikákat nyugodtan nyomjátok, hogy mit cseszek el. Nagyon szívesen fogalom, mondom, meg nem volt rendszám. Nincs rendszám a kocsikon. Valami kocsi nincs rendszám, ezek ilyen idejék. Huligárok. Tökéletes gyerekek. Ha figyeljetek, ezt ugyan ide kellett hozni, more. Ha mi folyik itt gyöngyösen? Pont ugyanazt a fuvart lenyomtam még egyszer. Ha ugye felhagyom. És ez komolyan. Hello, haver, meggyűjtte még egyszer, igen. Olyan dösövűrdésben van a pár. Ha de ezt lenyomtam még egyszer, beszorsz neki. Konkrétan. Nem? Csak elcseszed, érted? Annyira nagyon akarod, ezt elcseszed kívül. Visszaszedem. Kihoztam a szarból. Jó van. Jó, hoztam ide megint egy kis tejet is. Semmi gond nincsen, menetidő 40 perc, felhasznált üzemanyag 12 liter, 24 km-t mentünk. És még mindig csak ideig vagyunk, gyerekek. Még mindig csak. Zöldfülűek. Hát hogy a franc sem bele? Már akarok szintet lépni. Előmenetel, ez mit jelent? Aha. De mi? Itt vannak a fuvarjaim. Óha. Leveletett kilométer, ilyesmi. E-mail, milyen e-mail jött? Van saját kavéjadja, őrrel van szükségünk. Ja, hát jó, lenne saját járművem, nem? Hú, van a pénzem. Hú, van a pénzem, neked jövje. A bank, lehet a banki hitelt fölvenni. Mennyi pénz lehet? Hú, lehet vazza ízét fölvenni, gyerekek. 38 millió tudnék venni kamiont. Vegyünk kamiont? Vegyünk föl hitelt? De, ja, hitelt érdemes fölvenni, gyerek. Írjatok majd, jó? Ma 7 milliónk egyébként. Nem is tudom, kamion kereskedő volt itt ilyen online. A merci. Csak az a baj, hogy csak a merci van még unlockolva. Ez nem biztos, hogy ez érdemes, nem? Ez egy kicsit nagyobb lóerő, mint ez. Na jó van, oké, elbúcsúzom, gyerekek. Köszi szépen figyelmet, remélem tetszett a videó. Nyugodtan írjatok bármilyen kritikát, hogy miképpen kellene csinálni a dolgokat. Heti haszon 6 milliót kerestünk, gyerekek. Nagyon királyok vagyunk. Na, csácsúbi csőtészta!